Igen. Varázsolj nekünk, valami szépen. Repülj velünk. Cseréljetek meg nyugodt! Én köszönöm szépen a lehetőséget, a technika megtrépált még az utolsó másodpercekre, de egyben biztosak lehettek. Nekem ez egy életre szóló élmény, emlék lesz. Hogy így engedjétek meg, hogy elköszönjek mindenkitől, méghozzá azzal, hogy remélem, hogy 2017-ben találkozunk még itt Ajkán. Lehet, hogy nem a Főtéren, lehet, hogy nem az Auránál, de remélem, hogy 2017-ben az Ajkaiak és Bárány Attila útja keresztezik egymást már csak azért is, mert 2017-ben én magam 50 éves leszek. Hölgyeim és uraim, egyetlen perc van 2017-ig! És akkor egy nagy kapcsol kérnék az Attilának. Kijelentnék, haza lenne, hogy el lenne máshol bulizni. Öt ilyen hangolódó gyönyű, gyere! Ria! Ria! Húrgája! Ria! Ria! Húrgája! Ria! Ria! Húrgája! Ria! Ria! Húrgája! És most rólatok szóljon, oké? Háromra azt szeretném hallani, hogy ajka, megvan? Egy, kettő, három! Ebben a pillanatban véget ért a 2016-os év, megkezdődött 2017, és véget ért Bárány Attila fellépése itt Ajkán. Remélem mindenki élvezte. Az is, aki itt volt, és az is, aki a képernyők előtt nézte közvetítésünket. Perceken belül kezdődik a tűzijáték, és Schwarz Béla új év köszöntő beszédjét hallhatjátok meg. Attila már pakol, közben a himnusz sorait énekelgeti. És már egy perc a 2017 van. Hölgyeim és uraim, Bárány Attila magyar zászlóval a kezébe, Ajka fiataljai előtt. Köszönjük neked, hogy itt voltál, remélem jól érezted magad. Nagyon jól éreztem, köszönöm szépen a lehetőséget. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Mi is boldog új évet kívánunk neked, menjél hívjak fel a feleséged, mert azt mondtad, hogy az lesz az első dolgom. Ahogy beszálltam a kocsiba, ez lesz az első dolgom. Köszönöm szépen, sziasztok srácok. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok. Remélem nem fásztál itt a színpadon. Brian, boldog új évet! És igen, ebben a pillanatban meg se várta, hogy a kocsiba beszálljanak. Nagyon boldog új évet kívánok, sok szeretettel üdvözlöm mindenkit itt az Auránál, és nagyon nagy örülünk, hogy a rossz időre, a hideg idő ellenére ilyen sokan jöttek, hogy együtt köszöntsük az új esztendőt. Szentmire a
kedves olikóiak, kedves vendégeik, kedves fiatalok! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és azt gondolom, hogy mindenki meg tudja mondni saját sorsával kapcsolatban, hogy milyen volt a 2016-os esztendő, és milyen lesz a 2017-es. Így vagyunk ezzel mi is. Az önkormányzat egy igen nehéz évet zárt, de attól tartok, a 2017-es év sem lesz könnyű. Mégis bizakodással tölt el bennünket néhány dolog, ami teljesen új és eddig ismeretlen volt Ajkán. Mik ezek? Mindenek előtt, hogy jóval több a munkahelyek száma, mint ahányan állást keresnek. Régóta nem volt ilyen helyzetben a város, ma is mindegy 3-500 emberrel több munkahelyet kínálnak, mint ahányan jelenkeznek. És ez a kereslet felvetett egy új dolgot. Újra megindult a lakásépítés. Magam nem láttam ilyet 25 év óta, hogy vállalatok lakást építenek a dolgozóiknak. A Műszertechnika Holding már is jelentkezett, hogy mindegy 60 lakást fog építeni. Telkek sora vár arra, hogy fiatalok megvásárolhatsák, és az önkormányzat segíteni fog a támogatásokkal. Maga a város megújul, átépül. Látható, hogy minden nap megújul el egy ház, színessé válnak az épületek, zöldek. Azt gondolom, hogy egy új dizájn, egy új Ajka formálódik körülöttünk, aminek mindannyian nagyon kell, hogy örüljünk. És van itt még egy dolog, amit különösen a fiataloknak szeretnék elmondani és megköszönni. Láttam a Liget Fesztiválon, hogy milyen erő van az ajkai fiatalokban. Régen láttam ilyen megmozdulást, és az a mai este is azt mutatja, hogy számíthatunk a fiatalokra, támaszkodhatunk rájuk, és mi is megkezdjük az új ifjúsági ház tervezését. Kedves barátaim, tehát Ajka egy új időszak előtt áll, azonban vannak még problémák. Mondhatom bátran, nem lesz környezetszennyeződés. Megszűnik a környezetszennyezés. És ennek alátámasztására hadd mondjak egy kis versikét. Tegnap korom hullott a hajamra. Mára vederesített a pernye hajde. De holnapra az újra kinőtt gomba hajam alatt már csak egy listótát énekelgetem. Bye bye Pritzman, bye bye Pritziman, bye bye Pritzman. Boldog új évet mindenkinek! Egészségükre! Köszönjük szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy már látják a tűzjáték és a rendszerek. És hogy én nem érkezett, mert felemmény volt, hogy a jó hangulatítását. Üdvözlök további jó hangulatítását.
ilyenkor mindig szokott lenni egy utolsó utáni. Itt ragadom meg az alkalmat, megköszönjem, hogy 2016-ban velünk voltatok, minket olvastatok, a mi híreinket osztottátok. Legyen ez így 2017-ben is, mondjátok el mindenkinek, hogy az Ajkai Szóhallájt érdemes nézni, lájkolni. Lájkoljatok minket, szóljatok hozzá a jegyzéseinkhez. Köszönjük, hogy velünk vagytok.
feliratot hiányolok tűzijátékból kiratva. Szerintem már mindenki kiolvasotta, hogy Ajka 2017. Csak kicsit összefolytak a betűk. Játéknak, bár az éjjel soha nem érhet véget, játszotta a Bárány Attila zárószámába. Megköszönjük, hogy velünk voltatok, gyertek! És DJ Herendi Zsolt is ebben kezdi az estét, illetve az éjjelt. Ja, most kezdi ő a játszást, eddig Bárány Attila volt a lemezjátszókban. Itt egy hölgy nagyon élvezi. Biztos többet ívott, mint én, vagy csak inni szeretne. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Tartsatok velünk 2017-ben is. Kedvenceljétek az oldalunk, nyomjátok meg a követem gombot is, hiszen akkor értesültök legkorábban a híreinkről. Hogyha követtek is bennünket, nem csak lájkoljátok oldalunkat. Sziasztok, jó pihenés mindenkinek. Gyertek ki a főtérre, mert itt még mindig megy a tűzijáték. Igaz, hogy ez már nem a városi tűzijáték, de attól még szép. Sziasztok, most elmegyünk mi is egy kicsit mulatni. Legyetek jók!